Gyújtópont. A hírek mindig nálunk kezdődnek. 12. kerületi turulügy és a becsületnapja, ezek lesznek a mai témáink, méghozzá Ungvári Krisztián történésszel, aki itt is van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok. Turulügy. Ugye a 444.hu-n jelent meg egy olyan dokumentumfilm, ami a hegyvidéki turulszobor történetét dolgozza fel, és annak dilemmáit. Ebben a filmben ön is megszólal, és többek között azt mondja, hogy nem önmagában a turullal van baj, hiszen az valóban lehet nemzeti szimbólum. Mások meg azt teszik hozzá, hogy inkább azzal van baj, hogy ott van, ahol van, hogy ott a hegyvidéken van. Szóval ön hogy látja ezt az egész kérdést, akkor tulajdonképpen a turul az elfogadható nemzeti jelkép? Hát az alapprobléma ebben az egész történetben az, hogy a turul az egy alkalmatlan szimbólum arra, amire állították. Ugyanis a II. Világháború kerületi áldozatainak emlékművéről van szó. A turul az önmagában a katonai erényeket szokta szimbolizálni, ma is különböző állami erőszakszervezetek jelképében ez benne van, ez teljesen rendben. Az összes első világháború emlékművön is turul madár áll, csak a probléma az, hogy a második világháború az nem egészen ugyanolyan volt, mint az első. Ha turul szimbólumot használjuk, akkor ugye ezzel azt üzenjük mindenkinek, hogy itt a hazáért hősi halált halt áldozatokról van szó, ez akkor katonai áldozatokat jelent. Ehhez képest a 12. kerület áldozatainak 90%-a nem katona. Tovább megyek, aki katona II. Világháborúban, ott fel kell tenni a kérdés, hogy biztos, hogy a II. Világháborúban való katonai helytállás és kitartás az olyan egyszerűen elmesélhető úgy, mint a hazáért való hősies harc. Volt ennek az egésznek értelme, és ami volt értelme, mi volt az értelme? De egyébként ez talán az általános magyar emlékezet politikára is jellemző, nem, hogy azok, akik mondjuk 1945 után a kommunisták üldöztek, azért nagyon gyakran találkozunk aztán azzal, hogy volt olyan múltjuk, ami miatt nyilván az üldözésük nem jogos, meg túlzás, meg az is kegyetlen, meg embertelen, de az előző rendszerben elkövetett dolgaik, azok meg sok esetben bűnnek nevezhetőek. Hát igen, ez így elmondható, és csak ugyan egy probléma, hogy amikor egy totális diktatúra felelősségre von másokat azért, mert egy másik totális diktatúrában bűnöket követtek el, akkor ezt nem jogállami módon fogja megtenni, hanem elnyomó módon, és így az összes 1945 utáni bírói eljárás és ítélet az felvett elég súlyos kérdéseket, de mégiscsak a lényeg az, hogy van egy kerület, amelynek az áldozatai döntően civilek, a civil áldozatokra a turul, mint olyan alkalmatlan jelkép. Tehát ugyanúgy, ahogy nem szoktak mondjuk egy kisállat gyászhelyet se turul madárral díszíteni, pedig mindenkinek van egy kedvenc kutyája és macskája, amit eltemethet, de mégse fogja odarakni a turult a sírjára, mert hogy az nem... Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a turul az nem a magyarságnak a jelképe, hanem sokkal inkább mondjuk ilyen szempontból egy katonai szimbólum? A turul egy egyértelműen magyar katonai szimbólum. Csak azért kérdezem, mert azért már olyat is látunk, hogy első vagy második világháborús emlékműnél, nem tudom én, Szűz Mária szoborral emlékeznek, az meg egy egyházi szimbólum, azzal nem szokott probléma igen lenni. Hát a Szűz Mária szimbólum az jobban működött volna, egyrészt ez egyházi szimbólum, másrészt a történetileg a Szűz Mária az ugyanúgy a magyarságot nemzetet testesíti meg, mint ahogy mit tudom én, az oroszoknál van a medve, a németeknél van a sas, ami úgymond egy ilyen nemzetkarakterológiai történet. Akkor nálunk mi van? Csoda szarvas? Nálunk a turul van, de ilyen szempontból rossz példákat mondtam, mert a németeknél van a Germánia istennő, hogyha most ilyen egyházi konnotációkat keresünk, meg a Szűz Máriát, azt nagyon hamar össze lehet hozni egy egyszerű pietával, tehát egy fiát gyászoló anyával, és megjegyzem, az eredeti emlékmű, ami a 12. kerületben készült volna, az egy ilyen dolog lett volna, és ez Mitnyán György személyes döntése volt, hogy ne ilyen legyen, hanem egy turul legyen, amelyik kardot tart a markába. Tehát ráadásul hozzá kell tennem, hogy itt nem egy egyszerű turulunk van,
ami egyébként is egy katonai, magyar katonai jelvény, de hogy ez még hangsúlyosabban jelenjen meg, ennek a turulnak kard van a csőrei, a karmai között. Na most az a helyzet, hogy a polgári áldozatoknak ehhez a kardhoz maximum úgy van közük, hogy kard által vesztek el, de hát ők nem akartak meghalni. Tehát a hősi akkor halott, nem hősi az... halált haltak, hanem mártír halált. Igen, vagy még az sem, mert a mártír halál... Az legalább valami ügyért van, igen. Az egy aktív ügyért való kiállás következménye. Na most ehhez képest viszont sem a holokauszt áldozatainak jelentős részére ez nem igaz, hiszen ők nem akartak zsidók lenni, őket zsidóvá tették a törvények. Tehát nem föltétlenül mindegyik az aktív zsidó hite miatt hal meg, hanem azért, mert mások... Tehát nem vallási, hanem faji alapon végezték. Pontosan. Ki. Egyrészt, másrészt, akire ráoblik a házam 12. kerületbe, vagy lelövi a véletlen eltévedt golyó, vagy meggyilkolják, azok is, hogy is mondjam, ártatlan áldozatok, de nem mártírok. Mártír az, aki a hitéért hal meg, pontosan, ahogy ön is mondta. És egy megemlékezésnek szinkronba kéne lenni azzal, amiről szól. Itt viszont egy olyan szimbólumot sikerült találni, ami azonban kifejezetten blaszfémia. Ugyanis az áldozatoknak nem csak, hogy a jelentős része civil, akinek úgy nem lenne sok köze a turulhoz, hanem a nagyon jelentős része, több mint 50%-a az olyan civil, akit a nemzetből tagadtak ki. Tehát aki nemhogy nem a nemzetért halt meg, hanem azért halt meg, mert hogy a tettesek azt mondták, hogy ők nem a nemzet részei. És ilyen szempontból a turul az tényleg egy teljes abszurd, hiszen úgy tesz, mintha ők a nemzetért haltak volna meg, holott valójában a nemzet gyilkolta, vagy nemzet nevébe gyilkolták meg őket. Na most S. Daniel ugye ebben a dokumentumfilmben többek között a Fidesznek a felelősségét firtatja. Van-e a Fidesz legfelsőbb vezetésének felelőssége abban, hogy ez a szobor került oda? Hát ez kétségbe vonatatlan, konkrétan Mitnyán György személyes döntéséről beszélünk. Mitnyán György volt akkor a 12. kerületi polgármester. Azt természetesen nem tudom most megmondani, hogy ebben a Mitnyánon túlmutató személyeknek, tehát a Fidesz legfelső vezetésének milyen szerepe volt. Az azonban tényként megállapítható, hogy a Fidesz politikája és politizálása arról szólt, és mind a mai napig arról szól, hogy egy mi és ők fekete-fehér történetbe mesélje el a történetet. Megjegyzem, ezzel nincsenek egyedül, tehát erre máshol is van politikai igény, de hát ugye itt látszik ez jelenleg a leginkább. És ez a mi és ők történet, ez abba jelenik meg, azért jó erre úgymond a turul, mert hogy azt lehet mondani, hogy aki kritizálja a turult, az a nemzet ellensége, aki kritizálja a turult, az nem engedi nekünk, hogy mi elgyászoljuk a saját halottainkat. És ilyen szempontból azt a narratívát fenn lehet vele tartani, ami egy ilyen kvázi polgárháborús helyzetet sugall. Erről szóltak azok a tüntetések is, amik a turul kapcsán annó, még régebben voltak, és ami hál' Istennek egyébként, azt kell mondjam, hogy 2010 óta azért nincsen. 2010 után viszont volt a szabadságtéri emlékmű kapcsán egy hasonló vita, meg egy így hasonló van. Tüntetési hullám. Pokorni Zoltán felelősségét hogy látja ebben az ügyben? Megmondom őszintén személyes véleményem, hogy amikor a polgármesternek a nagyapjáról kiderült, hogy ő nem áldozat, hanem elkövető azért elsősorban, akkor nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy egyrészt a polgármester érzelmileg tisztázta a helyzetét, másrészt meg, hogy szakmai kérdést is csinált belőle, ugye egy önökből álló bizottságot állított fel, akik megvizsgálták ezt az emlékművet. Ugyanakkor, ami meg számomra az érdekes, hogy most, amikor már ugye a vizsgálat elkészült, dokumentumfilm is megjelent, sok mindent tudunk róla, akkor mondjuk az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondja, hogy hát nem tartaná szerencsésnek ezt a szobrot eltávolítani. Ugye egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy ezt a szobrot el lehet takarítani, de nem szabad. Önnek mi a véleménye? Szerencsésebb lenne ezt a szobrot eltakarítani? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ennek a szobornak, mint szobornak nem nagyon van ott keresni valója. Azonban az a ötlet, amit Pokorni Zoltán felvetett, hogy az emlékmű veszítse el emlékmű jellegét, és helyette legyen ott egy
most, hogy is kicsit pongyolán fogalmazok, Turul tanúsvény, ami elmondja azt, hogy mik a problémák a Turullal, és mik nem. Ez egy izgalmas vállalás És ez viszont volna. Nem kegyeletsértő, vagy nem halódja le, hiszen azért ott mégiscsak azon a helyszínen történtek még a gyilkolások az utolsó pillanatban is. Hát pont, na de pont ezt kellene akkor elmesélni. Tehát, hogy akkor elmesélni amennyiben... lehet, csak ne emlékezzenek rá. Emlékezni is lehet, csak nem hamisan kell emlékezni rá. Tehát eddig ugye az... Eddig úgy értem az emlékezés, hogy ne emlékmű hirdesse inkább, hanem egy a tanösvény, vagy az oktatás az ilyen szempontból sokkal hitelesebb lehet, mint mondjuk a terrorháza esetében. Hát egyrészt, másrészt ugye ahhoz, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy ez a Turul, ez miért egy probléma ebben a kontextusban, hangsúlyoznám ezt a szót, ebben a kontextusban, ahhoz ezt a történetet el kell mesélni. Ez megtörténik részben ugye Ás Dániel filmjével, azonban a film az csak egy eszköz, nem jut el feltétlenül mindenkihez, és azt, hogy mi is itt az igazi gond, hogyha ezt egy szabadtéri kiállítás elmondja a pro meg kontra érveket a Turul mellett, akkor ez önmagában be fogja indítani, azt gondolom, azt a láncreakciót, ami hosszú távon ennek az emlékműnek a helyzetét tarthatatlanná teszi. Mert hogy itt ezzel a Turullal lehetne csinálni első világháborús emlékművet, vagy egy 1848-49-es szabadságharc emlékművét, azonban nagy kérdés, hogy van-e erre társadalmi igény, és ha van, akkor az szinkronban áll-e a helyszín reprezentativitásával. És hogy lehet, hogy van rá társadalmi igény? Mert most egy kicsit megint úgy tűnik, és ilyen szempontból Ács Dániel filmje is egy kicsit ilyen, hogy van a jobboldali, meg van a baloldali narratíva, és a kettő narratíva között, mintha nem lenne átjárás. Hát igen, de ez a helyzet azért picit módosult, ugyanis a fővárosban azért jelenleg az a típusú jobboldali narratíva, ami mellett az emlékmű mellett erőszakosan és adott esetben antiszemita jelszavakat is kiáltozva fellép, és tömegeket is tud megmozgatni, ez rendkívül lecsökkent. Tehát nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy most egy békemenetet összehívnak a Turul védelmében. A Jobbik, mint korábban vehemens antiszemita párt, ma teljesen más politikát követ. És mivel ez egy azt gondolom, hogy itt egy általános politikai csatatérré vált a Turul kérdése. Szimbolikus harc fog megindulni adott esetben ennek kapcsán, és ebből a mai kormánypárt választási eredményeit tekintve a fővárosban nem tud kijönni jól. Tehát azt gondolnám, hogy ezt kénytelenek lesznek hosszú távon mindenképp elengedni. Az, hogy ez mennyire gyorsan fogják belátni, ezt persze én nem tudhatom. Ugyanakkor az meg talán mégiscsak előremutató, és ezt is politikai oldalaktól függetlenül gondolom így, hogy minthogyha szakmailag most nagyobb lenne a hajlandóság a párbeszédre ilyen témákban, és ön ezt belülről hogy érzi? Szerintem sajnos nem erről van szó. Én csak azt érzékelem, hogy ide a Hit Rádióba azért szívesen jönnek különböző oldalak történészei is, akár Hortiról vitatkozni, akár második világháború Magyarország szerepéről. Tehát, hogy minthogyha most lenne egyfajta párbeszéd. Az a helyzet, hogy a szakmán belül párbeszéd mindig is volt, sőt a szakmaiság alapját jelenti az, hogy a kollégák egymással adott esetben vitázva, érvelve, ellenérvelve párbeszédet folytassanak. Ez mindig is működött, és mindig is szerintem működni fog, ugyanis ha ez nincs, akkor történés szakma sincs. A dolog politikai részét illetően viszont a 12. kerületén szerintem egy ilyen kegyelmi helyszín annyiból, hogy itt nem egy pártkatona a polgármester, hanem mégiscsak egy olyan ember, akivel racionális diskurzusokat lehet folytatni. Ez azért nem minden kerületben volt így, hadd ne mondjak most példákat, de Pokorni Zoltán személyisége és ennek a személyiségnek az érintettsége külön-külön és együtt is egy másik helyzetet teremtett. De azt gondolom, Pokorni Zoltánról lehetett tudni, mert maga is elmondta, hogy ő neki ez a Turul szobor igazából nem a szíve csücske, ő ezt politikai lojalitásból vállalta fel, ő nem ezt szerette volna felállítani annó, és
attól kezdve, hogy családilag is az érintettsége kiderült, egy rendkívül nehéz helyzetbe találta magát. Ez, erre lehet mondani, hogy az, amit tett, azt másképp kellett volna. Én nem szeretnék ebbe az ügybe ítélkezni. Azt viszont szeretném leszögezni, hogy a 12. kerület ilyen szempontból egy rendkívüli helyszín. Tehát nem gondolom, hogy például a Csepelen, vagy pedig más Fidesz által vezetett kerületekben, pontosan már a régi csepeli önkormányzatra gondolok, ott lett volna mondjuk az ottani polgármesterben hasonló mennyiségű belátás. Hát nyilván ehhez kell Pokorni Zoltánnak a személyisége is, mert ő azért talán a Fideszen belül is egy önálló entitásnak számít. Ugyanakkor meg, ha már ezek a jobboldali kérdések, akkor itt csatolnék át a másik témánkra is, méghozzá a kitörés napja kapcsán megindult vitára, ugyanis a jobboldalhoz azért elég közel álló Magyar Nemzet Dicsőség a Hősöknek címmel hozott ugye egy cikket, azzal a liddel, hogy senki nem írhatja elő nekünk, hogy egy történelmi eseményt hogyan értékeljünk, és itt gyakorlatilag hát tulajdonképpen hősöknek nevezték azokat, akik a kitörés napjában részt vettek, és ugye ez is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy talán egy-két évvel ezelőtt a 888.hu írt egy hasonló méltató cikket, akkor az még a jobb oldalon is, minthogyha inkább ellenérzéseket váltott volna ki, és most pedig a Magyar Nemzet cikk kapcsán azért úgy tűnt, minthogyha jobboldali gondolkodók is beleálltak volna ebbe a témába. Az első kérdésem az, hogy ön hogyan viszonyul a kitörés napjához? Nekem ez egy nagyon fontos nap, lévén, hogy a kutatási területem centrális részét képezi, és azt gondolom, hogy erről az egész ügyről mégiscsak Magyarországon én készítettem a legtöbb interjút, illetve mindenki, és az a legviccesebb a történetben, azok is, akik velem totál ellentétes nézeteket képviselnek, azok is igazából csak azért tudnak erről az egészről valamit, ha tudnak, mert elolvasták azt, amit írtam. Ilyen szempontból már viccesnek tartom, hogy ebből az eseményből, ami tényleg egy tragédia, 20 ezer ember értelmetlen és felesleges halála, utólag mások becsületnapját faragnak. De reflektálni szeretnék azért még egy csak dologra. Mielőtt még ebbe belemennénk, hogy azon hallgatóink kedvére, akik még a kitörés napját csak ilyen címszó alatt hallották, ha 3-4 mondatban össze kellene foglalni, hogy pontosan mi történt, akkor mit mondana? Igen. Budapest ostroma ugye a világháború egyik leghosszabb városostroma volt, erre többek között Hitler adott parancsot, aki mindenféle kitörést megtiltott, és azt a parancsot adta, hogy háztól házig kell védeni a várost, és bár többször kérte a német parancsnok, hogy engedje meg azt, hogy ebbe a reménytelen helyzetbe inkább törjön ki, Hitler azt mondta, hogy nem. Ehhez képest aztán, amikor már látható volt, hogy ennek az ostromnak vége lesz, mert a szovjet csapatok ott vannak a déli pályaudvar környékén, és pár száz méter választja el őket a német tábornok földiszállásától, akkor ez a német tábornok mégis parancsot adott a kitörésre. Majd ennek során az első lehetséges alkalommal saját maga megadta magát a szovjeteknek. A kitörés során abból a 43 ezer emberből, aki részt vett, 700 jutott át körbelül, és majdnem 20 ezer ember eltűnt. Ebből a 20 ezer emberből 800-nak találták meg a csontjait. Ez azt jelenti, hogy 19 ezer ember az ma is ott fekszik valahol a budai hegyek, a Zsámbéki medence környékén. Ez egy mohácsi csatához hasonló nagyságrend. Számtalan tragédia kötődik ehhez, tehát mégiscsak ez emögött a 20 ezer halott mögött, mindegyik mögött van egy tönkretett család. Ezt én borzasztó fontosnak tartom, és éppen ezért, akik itt a becsület napjáról szónokolnak, azért jobban tennék, hogyha egy árva gyereknek a lelkébe is képzelnék néha magukat, hogy milyen lehetett felnőni apa nélkül azért, mert egy bűnös parancsal teljesen értelmetlenül, ezt is hozzá kell tennem, belehajszolták ezeket a katonákat egy ilyen akcióba, mert hogy itt a szovjet és német veszteségek azok, hogy nagyjából egy az 50-hez aránylanak. Tehát 50 német katona, aki meghal, megsebesül és eltűnik, vele szembe egy szovjet halott vagy sebesült áll. Különböző módon lehet ezt számolni.
De akkor ez nem barátta. Mondhatjuk rá azt, hogy ez a szovjetek elleni dicsőséges hadjárata volt a német nem. csapatok oldalán harcoló magyaroknak. Nem, ráadásul a dolog ugye nagyrészt nem is a magyar királyi honvédség tagjait érintette, ugyanis ők döntő többségben meglógtak, mert tudták, hogy ennek semmi értelme. Tehát a kitörésben való részvétel az elsősorban a német hadsereg ugye volt. Más kérdés, hogy a német hadseregnek majdnem az egynegyede állt ekkor Budapesten magyarországi németekből, akiket kényszersoroztak, tehát a saját hazájuk is elárulta őket. Kényszersorozták őket az SS-be azért, mert hogy vagy azért, mert a népszámláláskor őket, ők németnek vallották magukat, vagy azért, mert a helyi sorozóbizottság úgy gondolta, hogy ők életmódjukból adódóan németnek minősíthetőek, ami rengeteg visszaélésre adott lehetőséget. Azzal, hogy mondjuk tényleg a magyar nemzetben is egyébként a 64 vármegye mozgalomhoz köthető szerző, aki egyébként a kitörés emlék és teljesítménytúra szervezője, hősöknek nevezi őket, és legyen végre örök nyugodalom és dicsőség a hősöknek mondattal zárja a cikkét. Hogy látja, mennyire tolódik el az emlékezet, a jobboldali emlékezet politika szélső jobbra? Hát ez abszolút szélső jobb, és ezt is akartam volna mondani, hogy itt ezek a történetek, amikről beszélünk, ezek nem jobboldali történetek már rég. Mert ez nem jobboldaliság, hanem az, hogyha valaki a második világháborús nemzeti szocialista propaganda szólamait ismételgeti, már pedig itt ez történik, az nemzeti szocialista propaganda. Ez szélső jobb. Ezt ki kell mondani, hogy az, aki itt a hősök voltak történetet szajkózza, az nem csinál más, mint hogy rekapitulálja, ismétli azt, amit a hitlerista haditudósítók műveltek. Én nem kívánom kétségbe vonni, hogy rengeteg német és magyar katona volt, aki egyébként önfeláldozó módon harcolt, katonailag, de szigorúan katonailag nézve adott esetben hőstetteket is követett el, hiszen hősök minden oldalon vannak, de a hősiesség mégiscsak egy politikailag töltött fogalom, és akkor szokták használni, hogyha annak a tettnek, ami mögött áll, van valami értelme. Van különbség a Donkanyarban elhunyt hősök, és mondjuk a kitörés napja során elhalálozott hősök, vagy hát emberek között? Ez egy nagyon ingoványos talaj, mert természetesen van némi különbség, hiszen a Donkanyarban még csak egy nettó, úgymond második magyar hadsereg van, és nincsenek nyilasok, és az a komplexum úgymond, hogy azok, akik ott meghalnak, azok egyébként lehet, hogy két héttel vagy két nappal előtte a saját polgártársaikat gyilkolják le, ez így nem adott. De valójában annyiból nincs különbség, hogy azt kell mondjam, hogy a második világháború az hát nem a mi háborunk volt. Nem mindkét esetben rossz oldalon harcoltak. Mindenképpen rossz, és nem csak az a baj, hogy rossz oldalon harcolt Magyarország, mert rossz oldal gyakran van a történelemben. De itt ez azt jelentette, hogy egy népírtó, tömeggyilkos rezsim oldalán harcolt ez az ország, megjegyzem, a keleti fronton egy másik tömeggyilkos rezsimmel szemben. És ebbe azt mondani, hogy ezek az emberek hősök voltak, ez nagyon-nagyon veszélyes következményekkel jár. Hangsúlyoznám még egyszer, hogy szubjektíve természetesen rengeteg katona volt, biztos nagyon bátor, magam is írok ilyen esetekről, de azt gondolom, hogy ez nem azzal kell elintézni, hogy hősök voltak, hanem azzal elsősorban, hogy áldozatok. Ugyanis egyikük se akart meghalni, és egyikük se akart oda menni. Nem ők, nem a katonák találták ki, hogy ebbe az Magyarország lépjen be, hanem Magyarország kormányzója Horthy Miklós teljesen felelőtlenül. Indítottan egy Facebook oldalt is kitörés napja néven, és a Szent Korona Rádió feljelentette önt, és ezért a Facebook le is tiltotta ezt az oldalt. Mennyire lepődött meg ezen? Én nagyon meglepődtem, de hozzá kell tennem, a Szent Korona Rádió módszerei azok nekem annyiból nem ártottak, hogy nem az oldalamat tiltották le, hanem csak az erre az oldalra mutató Facebook aloldalt, tehát az az oldal, amit én csináltam, az most is létezik, van rajta 19 életrajz, és ez bővülni fog, és nagyon furcsának tartom, hogy ahelyett, hogy ezeket az életrajzokat az érdeklődő neonáci, közönség elolvasná, erre tiltással reagálnak. De mindegy, hát ettől a világ még megy tovább.
Mennyire nagy ma az érdeklődés egyébként ezek iránt, a témák iránt, mert azt azért lehet látni, hogy például van egy új generáció, akiknek már sok esetben a dédszüleiről van szó, tehát még csak nem is a nagyszüleiről, és míg mondjuk a nagyszülők azok élőszóban el tudták sok esetben mesélni, hogy mi történt, ez egyre inkább halványodik el. Hogy látja a mostani mondjuk ilyen 10-20 éveseknek a hozzáállását ezekhez a témákhoz? Hát csupán abból ítélve, hogy hányan olvassák el az erről szóló írásokat, és hányan vesznek részt a különböző megmozdulásokon, az érdeklődés az folyamatosan nő. Ez nagyon izgalmas, mert azt is mutatja, hogy a történelem, meg az emlékezett politika, az egy, hogy is mondjam, az egy fikció. Természetesen valóságon alapul, de mégiscsak ezeket a történeteket újra és újra különböző generációk, ha fontosnak tartják, akkor valamilyen módon hát koreografálják. És ennek egyébként nem, ez nem föltétlen baj. Az, hogy a kitörésre emlékezzünk a magyar társadalom egy része, ez önmagában nem lenne gond. Akkor van ebből csak gond, hogyha ezt hazug módon teszi, de szerencsére a többségre nem ez jellemző. Tehát én azt látom, hogy akik a kitörés iránt érdeklődnek, akik még azok is, akik ezeken a túrákon részt vesznek, azok 90%-a semmi más nem akar, csak egy szörnyű eseményre méltóképp gyászra emlékezni, és azok, akik ebből ilyen neonáci hőskölteményeket faragnak, az egy kisebbség, egy nagyon zajos, nagyon agresszív kisebbség. Ungvári Krisztián történésszel beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, viszont hallásra.